A magyarok tavaly több mint 20 millió alkalommal tettek látogatást külföldön, ez derül ki egy nem régiben készült felmérésből. Nem csak a hazai turizmus lendült fel az elmúlt időszakban, egyre többen választanak külföldi célt. Előfoglalás, last minute, utasbiztosítás, ezek olyan kulcszavak, amelyeket már mindenki hallott. A témával kapcsolatban vendégem a 35 perc stúdiójában, Bicsér a Sky Travel utazási iroda tulajdonosa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szép estét kívánok! Na most a kedvelt úti célok, most 2018 első negyedében lehet -e mondani, hogy most mik, és ez milyen sűrűn tud változni? Hát ugye, mivel most az előfoglalási időszakot zártuk le, ezért el lehet mondani, hogy a nyárra a kedvelt úti célok azok a tavalyi évhez hasonlóan alakultak. Tehát külföld vonatkozásában Görögország, Bulgária, Spanyolország és a Török Rivéria az, ami egyértelműen vezet, és az egyéni közlekedésben ugye a szokásos Horvátország. A 2017-es esztendő alapján lehetett ugye egy ilyen adatot megfogalmazni, amit a felvezetőben hallhattak a kedves nézők. Ez az azt megelőző évekhez képest milyen változást mutat? Hát egyértelműen pozitív változást mutat. Én úgy gondolom, hogy az egész szakmában, hiszen azért már mindenki lezárta a 2017-es évet, és a zárás után ugye mindenki úgy gondolta, hogy a 2018-as év még jobb lehet, hiszen most végre ott tartunk a turizmusban, hogy három egymást követő évben mindenki pozitívval zárt, és mindenkinek több volt a foglalása, az száma vagy az eltöltött vendégészakák száma. Tehát éppen emiatt ugye bizakodóan tekintünk a 2018-as évre is. Ha visszagondolunk az elmúlt évtizedre, mondjuk ez bőven elég, azt hiszem, néha vannak bizalomvesztések bizonyos utazásszervezőkkel kapcsolatban. Ilyenkor ez mennyire el tudja rányomni a bélyegét az utazási kedvére a lakosságnak, vagy csak azt a bizonyos területet nem választják újra? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon rányomja a bélyeget, ahogy mondta a hogy hiszen azért valljuk meg őszintén, hogyha például egy utazási iroda megy csődbe, akkor a többi utazási iroda ellen is ugye megrendül a bizalom. Tehát ezt nagyon nehéz helyreállítani, valljuk be őszintén, és a bizalmat elveszteni egy másodperc is elég. Ugye ez az egyik ok, ami ugye a piacon ugye állandóan fent van, a másik pedig ugye a, terrorizmus, hiszen ha bárhol történik egy robbantás, lehet, hogy az az országban olyan helyen történik, hogy több száz kilométerre van a nyaraló területtől, de akkor is az embereknek ugye az adott destináció iránt van bizalmatlansága, ugye félti az életét, fél oda elutazni, de úgy gondolom, hogy ezzel sajnos, hogy ezt kell mondani, az utóbbi időben megtanultunk már együtt élni, hiszen azért én mindig azt szoktam mondani a saját utasainknak, hogy sajnos, hogy olyan világban élünk, hogy itthon Nyíregyházán, a gyalogát kerül helyen, ugye halára gázolnak embereket fényes nappal, tehát nem kell ahhoz messzire menni, hogy bárhol bármi történhessen. Ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy ezeket a kockázatokat az adott élményért be tudja vállalni, vagy inkább azt mondja, hogy ő ki sem mozdul sem erre, mert így érzi magát biztonságban. Az hogyan magyarázható az a kijelentés, hogy egyre többen utazunk, vagy egyre többet utazunk? Ez valóban azt jelenti, hogy többek gondolják azt, hogy útra kelnek, vagy esetleg van egy olyan réteg, aki azt teheti meg, hogy ők utaznak többször, és ez már jelentkezik a végső számadatokban? Igen, hát azért az utolsó rész, amit említett szerkesztő, hogy ez biztos, hogy előfordul, hiszen megnőtt egy olyan réteg, akire ugye elnézést a kifejezésre, de azt tudjuk mondani, hogy új gazdagok, akik évente nem csak egyszer a nyári nyaralás idején utaznak el, hanem akár háromszor, négyszer is elutaznak családokkal, ugye, és kihasználva az iskolai szünetet, tehát tavaszi szünet, őszi szünet, nyári szünet, rendszeresen utaznak, de ugyanakkor azt lehet mondani, hogy volt egy időszak, amikor anyagilag eltűnt egy ugye, nekünk az utazásban, és ez a középréteg is visszajött, most már elmondhatjuk. Lehet, hogy ők még egyelőre csak buszos görögországi utazásokat foglalnak, hiszen azokat ugye tudjuk nagyon jól, hogy olcsóbban ki lehet hozni, mint egy balatoni nyaralást, de akkor is azért ők is visszatértek, és azért tudjuk nagyon jól, hogy egy buszos görögországi utazáson azért tíz napot töltenek el kint, tehát ugye ez az éjszakák számában ez nagy ugrást jelent. Mi kell ahhoz, hogy egy destináció, egy utazási célpont nagyon népszerűvé váljon. Én azt gondolom, hogy a kinti élmények és a kinti árak azok, amik meghatározóak, hiszen hogyha veszük ugye az általam említett Görögországot, ugye Görögországban, ha elmegy valaki a szárazföldre, ugyanolyan árakkal találkozik, mint itthon. Tehát aki bemegy egy nagyjáróházba vásárolni, az kint, ha Görögországban bemegy, akkor ugyanannyiért tud vásárolni, tehát nem jelent többletkiadást. Ugyanakkor viszont, hogyha megnézzük, hogy elmenni a tengerpartra, és ott mit nyújt ugye az élmény maga a tenger és az időjárás, hogyha belegondolunk abba, hogy itthon, ha elmegyünk, ugye bármikor előfordulhat eső, ami nyáron a tengerpartokra nem jellemző. Tehát mindenki tudja azt biztosítani magának, hogy az a nyolc nap, amit ott kint eltölt, az valószínűleg gondmentes lesz, felhőmentes lesz, esőmentes lesz, úgyhogy csak élvezni tudja a tengerpartot. És azért valljuk be őszintén, hogy a görögök, pedig amúgy is a magyarok szerintem nagyon szeretik a görög konyhát, és azért egy barátságos nép, tehát megtaláljuk velük a kontaktust, és ugye a magyarok ezért is szeretik őket több mint húsz év tapasztalat áll ön mögött, úgyhogy bátran megmerem kérdezni, hogy az előfoglalás és a last minute nyilván egy kicsit kiütik egymást. Melyiknek milyen előnyei és hátránya van, amire feltétlenül fel kell az utazni vágyók figyelmét hívni? Hát pár évvel ezelőtt ugye a saját utasainkat is arra biztattuk, hogy várja meg a last minute biztos, hogy lesz. Most pedig ugye, ahogy egy kicsit átrendeződött ez a turisztikai piac is, mindenkit arra biztatunk, hogy használja ki az előfoglalási kedvezményt. Ugye tudjuk nagyon jól most már évek óta, hogy a legnagyobb kedvezményeket ugye decemberben tudják igénybe venni az utasok, és ugye ez folyamatosan csökken január, február, illetve március végéig. Viszont itt megvan az a lehetőségük, hogy óriási választék áll nekik rendelkezésére. És a last minute-nál ugye pedig pont az, hogy ami megmarad, tehát azokból tud csak választani, és sokszor bizony előfordul, hogy akik még most is várnak arra, hogy last minute, és hát mondjuk egy olyat, hogy Kefalónia szigete, ahol mi egy kis szigetről beszélünk kevés szállás nem fog kapni rá last mert nincs hely. Ugye kitelhetjük azt a táblát, mint amit Sóston is kiteszünk nyaranta, hogy megtelt. Tehát ezért szoktam mondani mindenkinek, hogy gondolja át, hogy ha elfogadja azt, hogy lesz minút, akkor ahova lesz, csak oda tud utazni. Viszont ha ő szeretne választani, hogy ide meg ide szeretnék eljutni, akkor mindenféleképpen az előfoglalási kedvezménnyel kell élnie. A beszélgetésünk végén mindenképpen szeretnék kitérni az ezévi hosszú hétvégékre. 2018 nagyon érdekesen alakul ebből a szempontból. Mi most éppen egy négy napos hosszú hétvége előtt beszélgetünk. Nyilván már ezzel kapcsolatban is vannak tapasztalatok. Hány ilyen hétvége és ez tud-e segíteni abban, hogy minél többen tudjanak utazni? Így igaz, hát ugye a 2018-as év ez nekünk nagyon-nagyon fontos, -nagyon hiszen kis, kilenc hosszú hétvégénk lesz, és úgy gondolom, hogy ez a belföldi turizmusnak is egy óriási előny, hiszen ilyenkor nagyon sok család kerekedik fel, és megy el akár csak egy hétvégére, ugye egy wellness szállodába itt belföldön, akár a közeli Hajdúszoboszlóra, vagy Gyulára, vagy vannak, akik távolabb ismerészkednek, és nagyon sokan ilyenkor mennek el, ugye, városlátogatásokra. Ugye már a fapados járatokkal nagyon alacsony árakat lehet elérni. Ugye egy-két óra alatt ott vagyunk Európa nagyvárosaiban, és mindent fel tudunk fedezni. És tényleg ilyenkor kikapcsolódik az ember, és ami jó, hogy lehet, hogy ugyan árba ugyanannyit fizet, mint máskor, viszont a szabadsága megmarad, hiszen ezek az időszakok ugye nem mennek a szabadság terhére, hanem ugye most négy nap arról szól, hogy kényelmesen a családdal együtt eltöltve pihenhetünk. Talán a következő négy napra már nem nagyon lehet találni megfelelő helyet ehhez, de a többi nyolcra igen. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Én köszönöm szépen.